nem ért megfelelően használat, ez nincs kellő gyakorlata hozzá. Hellyel közel ez bizony elmondható ezeken a területeken, hogy nem szereznek, de a jogszabály pont ezért azt az európai vonulatot követi, hogy már ezen személyeknél is általában bűncselekmény, szabálysértési eljárás körben való olyan veszélyeztetettség és érintettség kell ahhoz, hogy önvédelmi lőfegyvert kaphassanak. Ugye azért beszélek lőfegyverről, mert jelenleg önvédelmi célból ugye gázriasztó fegyvert is lehet tartani. Igen, de most a gázriasztó, bocsánat, az nem fegyver. Sehol a világon. Jó, most akkor én mondok egy rendőrségi közhelyet, jó, fegyvernek látszó tárgy. Az már igen, de az egy műanyag fegyver is ugyalmaz. Igen, de ha az ember hátához vagy egy OTP alkalmazottra ráfogják, mondani, akkor olyan nehéz azt eldönteni, hogy tess mondani ennek az igazoló papírját, jó, előtt bemutatni. Csak besorolták a gáz és riasztó fegyvert valakik valamikor fegyverként. A statisztikában ugyan megjelent, hogy több tízezer fegyver lett hirtelen kiadva, közben ez nem is fegyver. Most felszabadítják, ennyivel fog csökkenni a reális fegyverek száma. Viszont a veszély nő, ahogy beszéltünk is erről, mert egy fegyvernek látszó tárgy. Na most 18 éven felül... Elnézést, azért agypontos, hogy csak ezek fegyverek, mint ahogy a légfegyver is fegyver, de nem lőfegyver. Nem. Én azt hiszem, hogy itt most inkább arra felé megy el a beszélgetés, hogy talán kevésbé kellene azoktól a fegyverektől félni, amelyek regisztrációban vannak, amelyeknek szóval az útját lehet ellenőrizni, sokkal nagyobb bajt okoz, és sokkal nagyobb talán a társadalmi veszélyessége is azoknak a fegyvereknek, amelyekről ezt nem lehet elmondani. Tehát a szabad kézen forgó fegyverek többnyire a bűnözők kezében a legkönyörtelenebb eszközök, leszámolás, gyilkosság, fegyveres fenyegetés az utóbbi évek ismerős fogalmaivá lettek, de ezeket a fegyvereket és az elkövetőket hiába keressük a nyilvántartásban. Kérek egy skorpiót katalizátorra. Bármilyen furcsa ez a mondat, általában nem autókereskedésekben hangzik el, és nem a Ford közkedvelt típusának környezetbarát változatáról szól, hanem a telefon lehallgatástól is tartó fegyverkereskedők egyik kódmondata. A Scorpio ebben a kifejezésben egy nagy tűzerejű bérgyilkos fegyvert, a katalizátor pedig annak hangtompítós változatát jelenti. Egy ilyen szerkezet 80 ezer forintért egy héten belül bármikor könnyen beszerezhető. Alvilági informátoraink között végzett gyors piackutatásunk alátámasztotta, hogy manapság Budapesten komolyabb kapcsolatok nélkül is lehet engedély nélküli fegyvert vásárolni. Így nem csoda, hogy nyilvántartott fegyverekkel szinte soha nem követnek el bűncselekményeket. Fenyő János gyilkosa Agram 2000 típus jelzésű horvát géppisztolyt használ. Ha Magyarországon vette, körülbelül 150 ezer forintot fizethetett érte. Hasonlóképpen Seres Zoltán merénylőihez, akik 100 és 150 ezer forint közötti összegért is megszerezhették a gyilkossághoz használt AMD géppisztolyt. Az akciófilmekből jól ismert Uzi a legolcsóbb gépkarabélyok közé tartozik, ára 70 ezer forint. Pisztolyt ennél jóval olcsóbban is lehet szerezni. A bolti sorozatgyilkos, vagy éppen az oktogonnál lövöldöző álmokfutó egy komolyabb hangtompító áráért akár már 30 ezer forintért is hozzájuthatott a fegyverhez. Igazolódni látszik tehát Ambrus Attila akkoriban még nagyképűnek tűnő nyilatkozata, mely szerint ő akár két óra alatt is tud pisztolyt szerezni. Bár ezek az összegek általában használt fegyverekre értendőek, nem árt megjegyezni, hogy a hivatalos árnál jóval olcsóbbak, és megvan az az előnyük, hogy nem szerepelnek semmilyen nyilvántartásban. Vagyis soha nem árulkodnak gazdáikról. Nos, akkor viszont az a kérdés, hogy ha nem árulkodnak ezek a fegyverek, és az elkövetőkre nagyon nehéz következtetni, akkor tulajdonképpen kiről is szól egy ilyen törvény? Kérdezhetem úgy is, hogy kit véd? Én úgy gondolom, hogy mindenkit véd. Egyrészt azért a fegyverben mindig van egy kriminális veszélyezet. Előfordul, hogy bűncselekményeket azért követnek el, hogy ilyen eszközt megszerezzenek. Más kérdés természetesen az, hogy az európai direktívákban benne van az is, hogy egy úgynevezett olyan információs rendszert kívánnak létrehozni, amely a fegyverkereskedelem útján követhető egyáltalán a fegyver sorsa. Gyakorlatilag egy egységes fegyvertartási engedély lenne, ami gyakorlatilag a fegyver útleveleként is szolgálna, tehát kvázi a tagállamokba ezzel a világos, fegyvert vihetnék a ugye fegyvertartók. Ezzel ön azt mondja, hogy nem lehet ezt a határokon belül tartani, tehát valami, most így nagy szóval, valami egyetemes nyilvántartásra lenne szükség. Igen, pontosan. Hogy mely fegyver a világnak mely tájáról származik, és mi az útja. Hát így igaz. Tehát gyakorlatilag a tagállamokba bekerülő fegyverek útját kívánják követni.
Én úgy érzem, hogy egyrészt a legnagyobb veszély az, hogy ezek az illegális fegyverek fegyvercsempészet útján kerülnek be az országba. Tehát valahol a határoknál a nagyobb ellenőrzés lehet az egyik visszaszorító eleme az illegális fegyvertartásnak. Ezek a fegyverek valahogy ide jutnak. Ezzel egyetértek? Amennyiben nem legális útból kerülnek. Én maximálisan egyetértek ezzel, azzal a kitétellel, hogy akinél fegyver van, az nagyobb eséllyel használja nyilvánvalóan, mint annál, akinél nincs fegyver, illetőleg a konfliktusok feloldása, legyen az bármilyen konfliktus, erőszakos útra terelődik. Tehát ez egy szociológiai felmérés a világ számos országában bebizonyosítatott, hogy akinél fegyver van, az sokkal nagyobb eséllyel válik bűncselekmények áldozatává, mint az, akinél nincs fegyver. Akkor hadd kérdezzek, Tamás, valamit. Igen. Ugye, ha jól értem, akkor most arról is vita folyik a törvényelőkészítők között, hogy például a pénzintézetek biztonsági őreinél legyen fegyver, vagy ne legyen fegyver. Mert ugye ez egy elég civil terület, vagy legalábbis ahol a civil szférával közvetlenül érintkeznek, és nem akarok ilyen élő klasszikus, mint Ambrus Attilát idézni, aki ugye azt mondja, hogy egy rendes bankrabló úgykezdő bemegy a bankba, és elveszi az őrtől a fegyverét. Igen, hát én erről azt gondolnám, hogy elég szomorú az, hogyha egy biztonsági embertől, akinek különböző felkészítései megvannak, engedélyezi, tehát mindazon a procedúrán, feltételrendszeren átesett és megfelelt, amiről is szó volt, ezek után egy viszonylag könnyű helyzetben, hát most lehet, hogy a bankrabló is felkészült és rátermett és élvezi a helyzet előnyét, de hogy ilyen könnyen háttérbe lehet őt szorítani, ez mindenképpen egy szomorú valóság. Meg az nem azért van, mert nincs kiképezve, azért, mert a törvény szerint nem használhatja fegyverét. Tehát ilyen törvények vannak pillanatnyilag. Lehet, hogy ezért logikus a kérdés, hogy akkor kell-e, hogy egyáltalán nála legyen. Hát ugye ő egyedül önvédelmi célból használhatja a fegyverét, de akkor is meg kell bizonyosodnia arról, hogy ezzel a jogos védelmi végszükségi helyzetben használhatja. Így van, de hát ezzel ártatlan embereket nem lehet veszélyeztetni, és hozzáteszem, hogy miután itt általában olyan lőszereket használnak, ami, hogy közhasznúan mondja, áthatolhat az ember testén, tehát még újabb mások sérülését is. Ezt a rendeletet is valaki hozta, tehát vannak olyan lőszerek, amik megállnak egy becsapódás így után, azok beletek tiltva, és azt a lőszert engedélyezte pillanatnyilag a hatóság, ami teljes köpenyű, vagy félig teljesen burkolt, és átmegy 4-5 testen. Ha te erről a konkrét esetről mit gondolnál? Pénzintézeti őröknél legyen fegyver, vagy ne legyen fegyver? Én azt mondom, hogy mindenképpen a pénzintézetek vezetőivel kéne tárgyalni, mindenképpen nagyon kiképzett emberekkel lennének, speciális fegyverekkel, és kell fegyver, mert a fegyver nem azért, hogy használják elsősorban, hanem visszatartó, elrettentő erre. Most is ezt próbálják, és mivel ki tudod, hogy ez a fegyver igazából egy dísz az oldalán, be lehet menni és elveszik tőle. Tehát a törvény nem jó. A törvény módosítására most van lehetőség, de például ebben civil szervezeteket, vagy pacifista szervezeteket megkérdeznek-e? Tehát ugye most ki fogom mondani, a FERÉSZ, ez a bizonyos fegyvertartási engedéllyel rendelkezők érdekvédelmi szövetsége, aminek te az alelnöke vagy. Benneteket megkérdeze bárki, kíváncsi-e bárki a véleményetekre? Nem. Mi próbálkoztunk, vergődtünk, viccnek szánom, de majdnem. A végén elértük, hogy mindig kaptunk a változatokról különböző etapokba papírokat, válaszoltunk, sose kaptunk rá választ a mi javaslatainkra, és a végén megkaptuk ezt, hogy ez van. Mondjál kettő olyan kardinális pontot, ahol nektek nagyon progresszív javaslatotok volna. Például mi azt javasoltuk, hogy a hatóság a fegyver kérelmezőtől vegyen új lenyomatot, ez már egy elrettentő példa, a többi mellett, amit eddig mondtam, a fegyverről vegyenek lövésmintát, tehát a lövedéket tegyék el, és a hüvelyt, mert az egy azonosító jel. Például. Mi Kanadában ez így történik. Így van. Mi javasoltuk azt is, hogy ne egy vagy két, maximum két sportfegyver legyen csak, hanem akármennyi. Mert ha valaki jogosult egy fegyver tartására, akkor miért nem háromra vagy négyre? Mi azt javasoltuk, hogy az önvédelmi fegyvert, ha már valaki megkapja nagyon hosszú procedura után, csak tényleg zárójelbe, tehát lőszer és fegyverkereskedelemmel is foglalkozom,
lövészklub vezető, stb. És azt hiszem negyedszerre kaptam meg az önvédelmi fegyveremet. Tamás, milyen civil javaslatokkal állnál elő, hogyha megkérdeznének, vagy megkérdeznek egyáltalán? Igen, mondjuk a mennyiségi feltételt azt nagyon komolyan gondolnám, tehát hiába van egyébként bárkinek erre szakavatott vizsgája és felkészülése, azért nem mindegy, hogy hány fegyvert birtokol, mert hogy ez a tárolással, a számszerűségénél fogva... Kettő biztonságban vannak már négy is. Hát, ha kettőt ellopnak, akkor négyet. Ebben van logika, amit mondasz, de hol a határ, szóval akkor miért négy? Ugye a vadászok arra hivatkoznak, hogy különböző szezonban, különböző idényben, különböző fegyvereket kell használni. Különböző állatokra, különböző típusú fegyvereket. Nem, bocsássatok meg. A vadászok arra hivatkoznak, hogy polgári demokráciában egy embernek korlátozzák jogaiban. Tehát, ha van pénz és 12 fegyvert akar venni, és jogosult rá, ha jó szavazni, ha jó katonának, ha jó stb. És fegyvert vett, annyit vesz, amennyit tud. Amennyit a pénztárcai megenged. És amennyit biztonságban a törvény előírásoknak megfelelően... Így van, tudtál. Az más kérdés, hogy dupla biztonságot kér a rendőrség, vagy nem tudom, mit lehet kitalálni. Oké, azt vegye, megfizesse ki. De ha többet akar venni, vegyen. És még valami. Egy picit ez nem hasonlít erre ez a korlátozás. Tudom, hogy durva a példa, de egy picit. Ugye már a régi rendszerben lehetett egy telkünk, egy autónk, és két évente egyszer mehetünk külföldre. Igen, én azt gondolom... Kérdem, hogy... ne ugyanazt játsszuk másképp el? Azért nem egy európai demokrácia, vagy egyébként szigorú korlátozások vannak szigorúban. És ugyan a másikban pedig szabadon. Nem teljesen végrehajtható szigorítások, éppen ezért ez a jogszabály bevezetni általunk is javasolt módon a gyűjteményi célú tartást. Pontosan azért, mert Angliában sem az tudták jelent, megvalósítani a fegyvertartók kárpótlását, hogy bevonják a fegyvereket, és akkor hát valakinek azért kárpótlás. Angliában néhány évvel ezelőtt több tízezer fegyvert van, vontak be. 160 elvileg. Ezer. Viszont nagyon sok pénzt gyakorlatilag, ki is gyakorlatilag jó részt nem vonták be, pontosan azért, mert ezeket a kártérítéseket nem... Magyarországon lehetne bevonni? Egy, bocsáss meg, és agyonlőtték azért a tévériporternőt egy maroklő fegyverrel a bejáratánál. Így van. Igen. A nagy bevonás után, tehát a bűnözés nem szűnt meg. Indokolt lenne Magyarországon esetleg ilyen akciót hirdetni, hogy be kellene vonni fegyvereket? Én úgy hiszem, hogy nem. Tehát én úgy hiszem, hogy ez szükségtelen. Ha szigorítjuk a tartási, a tárolási feltételeket, szigorúan ellenőrizzük, tehát egy nagyobb közhatalmi hatósági kontroll van abban, hogy ez valóban őrzött helyen, lakott helyen, megfelelő módon szétszerelve, ennek megvannak a szigorú szabályai jelenleg is, ezeknek a betartatását feltétlenül biztosítani kell. Én úgy gondolom, hogy azért ebben nem látok olyan veszélyt, hogy most ettől el kelljen emberektől venni adott esetben azokat a fegyvereket, amiket eddig engedélyezték. Szóval azért érzem azt a bocsát, meg azt a nem ugyanaz, hogy az embernek hány tel kell legyen. Tehát itt nem egy egyszerű tulajdonjogról vagy az embereket. Felnőtt embereket. Persze, hogy felnőtt emberek, de ez mégiscsak egy kategória, hogy valakinek hány telke van, és ezt bírja anyagilag. A fegyver az egy külön kategória, az egy életre. Az egy eszköz. Ez egy veszélyes eszköz. Ez így van, azért ez egy közbiztonság veszélyes eszköz, azért hozzáteszem, a gépjármű vezetésben is korlátozunk, ugye? Bár, mert abban is ott vannak a hatósági előírások, szabályok, hogy ki milyen feltételekkel vehet részt a közúti forgalomban. Tehát ha már részt vett, akkor lehet 50 motorkerékpárja van pénze. Ez igaz. És 1500 de mindegyikkel be kell tartani a sebességkorlátozást. Az más, ezzel teljesen egyetértek. Jó, én azt gondolom, hogy ennek a beszélgetésnek csak az lehet a summázata, hogy akkor vagyunk biztonságban, akár fegyverrel, akár fegyver nélkül, hogyha egyrészt jogszabályok védenek bennünket, másrészt hát kinek-kinek ízlésére bízva, hogy a fegyverrel érzi-e magát nagyobb biztonságban, vagy fegyver nélkül. Ebben én most... hadd térjek még arra vissza, hogy én nem a fegyverbe látom egyébként a védelmet. Igen. Kicsit a pénzintézeti példákra visszatérve, hanem sokkal inkább a biztonság technikában. Tehát én úgy érzem, hogy a felderítés sokkal jobban szolgálhatja, hogyha ott videófelvételek kérnek, ha olyan kétzáros rendszerek vannak, és így tovább, amelyek megkönnyítik a hatóság munkáját a bűnöző elfogásában, emberi életek veszélyeztetése nélkül. Köszönöm szépen, legyen most ebben a vitában ez a végszó, ez a beszélgetés és maga a polémia úgyis folytatódik más körökben, a parlamentben is. Köszönöm, hogy eljöttetek. Önöknek is köszönöm, kedves nézők, hogy velünk tartottak. Ilyen műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra. És akkor a pasas most következik.
holnap indult a TV2 fergeteges mobilpartia. Nagyon jó, szerintem. Már szórakozzunk egy jót. Ami szemszájnak ingere, az itt megtalálható. Mindig jó buli van. Játékok, sztárok, divacsó, koncertek minden mennyiségben. Ha nem tudtál élőben ott lenni, tarts velünk hétfő éjszaka 3:45-kor a TV2. Média támogatók az Outdoor és a TVR7.